Ezek a felvételek 15 évvel ezelőtt, 2001 márciusában készültek, amikor a Tisza bereg részénél három helyen is átszakadt a védőgát. Ezeket a fotókat pedig már a tiszai árvíz 15. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencián állították ki a megyeházán, ahol Bakondi György, miniszterelnöki főtanácsadó az események felidézésével kezdte beszédét. Csak március 6-án délelőttre derült az ki, hogy itt komoly, nagyon komoly víz jön. 12 órakor rendeltük a veszélyhelyzetet. Nyilván már arra idő, hogy még további erőket megelőző preventív célra idehozzunk, arra már nem volt. 13:30-kor bekövetkezett a gázszakadás, és még egy időpontot írtunk ide, hogy március 7-én kellett átvágni azt az utat, amelyik hát addig fogta a vizet. A konferencián a 2001-ben szolgálatot teljesítő megyei katasztrófavédelmi igazgató is részt vett. Óriási volt a kár, és a kormány úgy döntött, hogy ez a térség elmaradott volt eredetileg is, hogy teljes újjáépítést rendelnek el, és az újjáépítés mellett pedig egy bizonyos fejlesztésre is adott pénzt. 33 milliárd forintot fordítottak a térség fejlesztésére, illetve újjáépítésére. 1500 lakást helyreállítottak, és 713 lakóépületet építettek meg ebbe az idő, egy év alatt. A tudományos konferencián Tollár Tibor, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízott vezetője, az elmúlt másfél évtized legfontosabb szervezeti változásairól beszélt. Az önkéntesség, a szervezettség, ami nagyon fontos változás, az, hogy ehhez az állam forrást biztosít. A technikai területen újításként vezetnénk be, és valóban a Felső-Tiszavidék védelmében elsősorban a mobil gátrendszert, amit svájci projekt keretében szereztünk be. Ez egy 12 kilométeres gátrendszer. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki irányító törzsének vezetője a konferencián arról beszélt, a vízügyi fejlesztések területén is jelentős beruházásokat hajtottak végre az elmúlt években. Az Ukrajnába telepített jelzőrendszereknek köszönhetően megközelítőleg egy napos időelőnyünk van, valamint kiemelte a beregi árapasztó és a Szamos-Kraszna közi árvízszint csökkentő tározó megépítésének fontosságát is. Ezek az árhullámok kezelésében játszanak fontos szerepet a térségben. Ez jelentősen le tudja apasztani 60-70 cm-rel az árvízszintet, ha ezeket üzembe jelzük. Itt most a következő fejlesztésben arra törekszünk, hogy a tározók fölött lévő töltéseket a mértékadó biztonságra képítsük, ez 2020-ig meg fog történni. Láng István hozzátette, jelenleg a Tivadari híd átépítésén dolgoznak, ami szintén egy fontos árvízi akadály a térségben.